Február végén az új igazságügyi miniszterhez is fordult Kanda László ezzel az üggyel kapcsolatban, és innen szeretnénk üzenni, gondolom Kanda László is így gondolja, hogy együtt üzennénk neki, hogy amennyiben nem kíván ezzel az üggyel foglalkozni, vagy nem tartja igazságtalannak, akkor nyugodtan követheti Varga Juditot, és véleményem szerint le is mondhat a pozíciójáról. Üdvözlöm a nézőket! Egy nagyon érdekes, hosszú és szövevényes felszámolási eljárás után fogunk az elkövetkezendő percekben utána járni, ami véleményünk szerint, és az érintettek részéről is ez a vélemény tükröződik, hogy nagyon sok eljárásbeli hiba is van benne, a hatóság közreműködése sem tökéletes, és ennek következtében pedig a felszámolás alá vont személynek jelenleg 200 millió forint értékű kárigénye van az ügyből kifolyólag. Itt szóba fog kerülni Polt Péter is, de sokkal több név is. Ami még érdekessége az ügynek, hogy a felszámolási eljárást vezető felszámoló biztos, ő az ügy folyamán börtönbüntetést is töltött le. Ugye a Mi Hazánk mozgalomnak pedig határozott álláspontja az, hogy nem csak a végrehajtási eljárás hemzseg a problémáktól, hanem a hozzá hasonló, sokkal nagyobb hasznot húzó felszámoló biztosok által vezetett felszámolási eljárásokkal is hatalmas problémák vannak, és éppen ezért fogunk most Kanda László ügyével foglalkozni, és feltárni az ebben lévő problémákat. Mióta húzódik ez az ügy, László, és miből is fakad? 1999-ben alapítani kellett egy KFT-t, mert így kaptunk meg egy közel 400 millió forintos munkát egy osztrák meglendelőnek. A munkát határidőn belül elvégeztük, ez a szálloda mai napig üzemel. Győr mellett található, a győri Audi bérli, úgyhogy üzemel, a munka szerintem jó minőségben elkészült. Az osztrák tulajdonos eltűnt, per lett a vége, és nekem 25 alkalmat fogadott el a Szegedi Bíróság, hogy annyi szuraszom le Hajdunánás és Győr között, mire ebből pénz lett. Rendőrségi feljelentés, APEC, 13 tárgyalás, szakértőzni jártam le, 1,5 millió forint szakértői díj, ügyvédi költség, ez már nem a cég pénzéből folyt be, hanem ez a családom finanszírozta meg, amit össze tudtunk szedni pénzt, mert ugye nem apró pénz volt már akkor sem. Közben a cég kifizette az alvállalkozókat, és a cég, mivel kiszámlázta a bíróságon a követelésünket, kiszámláztuk, így megjelent több 10 millió forintos áfa. És mikor dolgozott még a cég, ezt a pénzünket leigazolták áfatartozásba, amit én mai napig nem kaptam meg, de mivel pereskedtem, így a magyar állam hozzájutott a 15 milliós nagyságok körül áfához. Ha nem pereskedek, akkor a magyar állam ezt a áfát se kapta volna meg, mert nem lesz volna miből behajtani. Közben a cég, hogy felszámolás alá került, így a per folyamán nem mint Kanda László lett a felperes, hanem a Grándikő 2000 Kft.-nek a felszámolója, de az ügy ugyanúgy ment tovább, én meg a volt ügyvédem képviselte az ügyet. Ugye ez a felszámolási eljárás nagyon hosszú ideig tartott, elmondása alapján ugye több mint 12 évig. Ez már alapvetően is nagyon hosszú időnek tűnik a bírósági eljárásokra vonatkozóan, de nemhogy egy felszámolási eljárás keretén belül, ahol ugye elég komoly pénzösszegekről van szó. Ugye itt, ahogy az előbb is említettét, egy több 100 milliós beruházásról is volt, és ebből fakadt ez az egész felszámolási eljárás. Itt ugye voltak büntető feljelentések, és még egy nagyon kirívó esetet említett ön. Itt előttem van ez az okirati bizonyíték, ha jól tudom. Igen. Hogy ugye ez a pénztár bizonylat, ez nem szerepelt. És ezzel kapcsolatban, hogy ezek a fiktív papírok, ez hogy befolyásolták az ügyet? 2003-ban tudomásunk szerint a pénznek már be kellett folyni, mert a győri bíróság lefoglalta a szállodát, úgyhogy ebben meg voltunk győződve, hogy most már
a pénzünkkel találkozunk. És 2003-ban mentem az ügyvédemhez, hogy menjünk a felszámolóhoz, és akkor, ha megvan a pénz, akkor mi lesz a kifizetéssel. Hát a pénz helyett az ügyvédem, ami megint törvénytelen, ő azt mondta, hogy csináljam meg a felszámolónak a lakását, akkor hamarabb hozzájutok a pénzemhez. Ezt meg is csináltam, ez is évek után peres úton jutottam hozzá a kis pénzhez. Ez mit jelentett, hogy csinálja meg a lakását? Hát, hogy menjek el, ez a doktor Vollai Ferenc volt vagyongazdához, felszámolóhoz, rendőrszponzorhoz, hogy menjek el, és akkor csináljam ennek a munkát, akkor nem kell évekig várni. De milyen munkát? A saját Vollai Ferencnek, a doktor Vollai Ferencnek a lakását kell felújítani, a tetőjét, hogy így hamarabb hozzájutok a pénzemhez. Itt is hatalmas kár ért. De megcsináltam azért, mert nem tudtam, hogy törvénytelen, hogy nem lett volna szabad dolgoznom a felszámolónak. És azt akarom mondani, hogy mentem hozzá, hogy mi lesz a pénzzel, hazudgáltak. 2007-ben tettünk egy büntető feljelentést, mikor kiment Afrikába vadászni, hogy most már elég volt az üggyel kapcsolatban, és mikor hazajött, egy hónap múlva érdekes, mindjárt tárgyalás lett, és a bíróságon bemutatott olyan hamis papírokat, egy sem tő példány, mind fénymásolt, mint én, nekem már, engem már kivizetett volna. Na, mi ezt megtámadtuk, a bíróság első körben ezt el is fogadta Vollai Ferenctől, hiába volt ügyvédem, akkor már másik ügyvédem, és kérte, hogy a tő példány mutassák be. Nem, a fénymásolt papírok alapján elfogadta az akkori cégbírósága a dokumentumokat, de az ítélőtáblához is, hogy fordultunk, az ítélőtábla viszont dobta az ügyet, és hogy szakértőre van szükség. És akkor a szakértőjét megint nekünk kellett kifizetni, és a szakértő megállapította, hogy ezek a számlák hamisak, fiktívek, be vannak már könyvelve igaz, de kimondta az ítélőtábla, hogy ezek közönséges hamisítványok. Ezeket a közönséges hamisítványokat mai napig senki soha ki nem vizsgálta. Így, hogy fiktív papírok alapján lett felszámolva a cég 13 év, 12 és fél év alatt úgy, hogy teret adtak a zsiványoknak, hogy kimentsék a milliárdos vagyonokat. Hiába kértük a bíróságot, a rendőrséget, nem voltak hajlandók. És én úgy gondolom, hogy igaz, hogy én ácskönyves ember vagyok, akiknek Debrecenben ugye elég sok Debrecen nevezetességi munkáit szinte abban az időben 20 évig csak én csináltam. Templomokat, egyetemet, egyetemvárost. És volt baráti kapcsolatom. És hogy mondjam, szakemberek, meg mint barátok segítettek abban, hogy jól adjuk be a papírokat, hogy nem mint egy ács fogalmaztam meg, hanem mint egy nyugalmazott büntetőbíró, vagy valaki, hogy így jó lesz így sem. De mondták, hogy nem sok esélyem, ez ellen az ember ellen törvénye nem lesz, Debrecenben mindenkit megvesz. Ez a felszámoló. Mint a felszámoló, igen. Ez ellen nem, és én nem hittem, én bíztam az igazságszolgáltatásban, amiben kár volt. Mert én azt mondom, hogy ha ez így működik, ebben az országban igazságszolgáltatásról nem lehet beszélni. Ez, ahol falaznak bírók, ügyvédek, vagy ügyészek, rendőrök, a zsiványoknak, ez kimerem mondani, több ügyvédem mondta már, hogy ez maffiaként működik, Laci. Hát ezt én nem akarom elhinni mai napig se, de, és azért harcolok az igazamért. Tönkretették az életemet, nekem már nincs lehetőségem arra, hogy újra kezdjem az életemet. Három gyermekem van, mint normális szülő, szeretném támogatni őket, hát alopott pénzből más ember élve az életét. És hiába fordulok bárkihez, elutasítnak mindenhol, szóba szállnak velem, mellé beszélnek. És ami legszörnyűbb, ugye ez az ügy bejárt az egész országot. Győrbe kezdődött, Szolnokon vizsgálódtak, Debrecenbe tartott a felszámolás, a végén szegedi törvényszék bírálta. És mikor bemutatom szegedi törvényszéken a bírónőnek, bemutatom a hamis papírokat. Ezeket? Ez, többeket, ezeket is. És rám nézett és mondja, hogy látom, hogy nem, tényleg nem kell szakértő, hogy megállapíts, hogy hamisítványok, de azt mondja, ő nem tehet már semmit, ezeket az ügyeket felszámolás időn kellett volna kinyomozni, ő már nem tehet semmit. Hát én ezt, mert nem, abszolút nem értek egyet. Hát hogy van ez, hogy
Egyik bíróság így beszél, a másik bíróság úgy beszél. Tekintettel arra ugye, hogy ez nagyon sokáig elhúzódott ez az ügy, ugye itt a papírok is bizonyítják azt, hogy jártak az Európai Bíróságnál, és az Európai Bíróság erre vonatkozóan ugye meg is állapította, hogy kártalanítást kell úgymond fizetnie a államnak, és ez az összeget ugye 6000 euróban állapították meg, és ezt ugye kifizetésre is kerül, de ugye ezen felül még önök véleménye szerint, meg ugye itt a dokumentumok alapján 200 millió forint kártérítést is követelnek. Igen. Hogy, és itt ugye voltak vagyonkimentések a felszámoló részéről, és a felszámolóval kapcsolatban ugye még itt a pénztárbizonylatokkal is voltak problémák. Ezen kívül még kikhez próbáltak fordulni? A szakértő által előkerült 19 millió forintból egy sor számolat van, kettő is. Ez a két legnagyobb, de volt sok több apró is, ilyen 100 ezer forintos, meg 1 milliós nagyságok, arról most nem akarok beszélni. Ezek a dokumentumok, amikor előkerültek, akkor másodjára tettünk büntető feljelentést, csatoltuk ezeket a papírokat a Debreceni megyei kapitányságra. Akkor is leutasítottak, és akkor írtunk egy levelet a főkapitány úrnak, hogy ugyan már hát foglalják már az iratokat, és a főkapitány válaszában visszaírt, hogy nincs relevanciája lefoglalni az iratokat. Hát ezt én úgy gondolom, hogy ha kimegy a nyomozó egy bűnügyhöz, ahol gyilkosság történt, a véres kés meg a bizonyítékot meg se fogják, fel sem veszik, nem nyomozunk. Hát én azért vagyok ebben a helyzetben, mivel a rendőrfőkapitányság se az ügyészség mai napig ez ügyben egyszerűen nem hajlandó nyomozni. Valakit mentenek, vagy én nem tudom elképzelni, hogy nem tudom elhinni, hogy ez velem történik meg, hogy amire kimondja az ítélőtábla is, hogy közönséges hamisítványokról van szó, hogy ilyen ügyet nem nyomoznak ki. Hát ha ezt egy átlagember ebben az országban megteszi, éjszaka megy a kommandó és rátöri az ajtót. Itt a felszámolóról mit lehet még tudni? Hát a felszámolót elítélték, de már akkor 14 sorbáló volt, annyit követeltek róla, ez csak a minimum, akit becsapott. Hát ő mindenkit becsapott elvileg, aki felszámolásra került, mindenkit ő levette a slápot. És úgy tudom, 3 év, 7 hónapot, amit kapott, valami 6-700 millió forint sikasztásért, úgyhogy de sokszor van háziőrizetben, mert mondják, hogy Debrecenben látják. Hogy igaz, nem igaz, ezt nem állítom, de azt tudom, hogy ez a felszámoló rendőrszponzor volt, Debrecen befolyásos, legbefolyásosabb embereivel együtt vadászott. Szerintem ezt onnan is tudom, mert amikor a házát csináltam a felszámolónak, amit mondtam, hogy törvénytelen volt, azt mit én nem tudtam, hogy akkor is Debrecen krémjei nyáron oda jöttek, majd telepjárókkal mentek vadászni, és akkor ismertem az embereket, mert ugye Debrecenben nekem is nagyon sok ismeretségem volt a munkáim alapján. 20 évig dolgoztam, mondom, Debrecenben, templomokat, egyetemváros, meg olyan épületeket csináltam, ahol sok baráti kapcsolat született. Tiszta baráti kapcsolat, nem ilyen, mint amit ezek eljátszódnak itt velem. Hát először is az ügyészséghez, a legfőbb ügyészséghez, Polt Péter ügyészséghez fordultunk, eljárási panasszal, hogy vizsgálják ő az ügyet, a bíróknak, a rendőröknek a felelősségét elsősorban, ami mai napig nem történt meg, holott konkrét bűncselekményeket követtek ezek az urak el velem szemben. Ezt több ügyvédem is leírta már, meg mondja, hogy ez bűncselekmény. Ha egy bíró vagy egy rendőr tud a bűncselekményre is, nem hajlandó ebben az ügyben lépni. A Paul Péteren kívül ez már a miniszterelnöktől, az igazságügyi miniszterhez fordultunk. Elutasító válaszok jönnek, meg még választ sem kapok erre az egészre. És igazából ezt azért is léptem, azért is muszáj vagyok már, mert nem tudok hova menni a panaszommal, és így én, mint egyszerű ember, bepereltük a debreceni törvényszéket, meg a debreceni bíróságot. És én arra alapoztam az ügyet, a volt előző ítélőtábla ítéletére, hogy a közönséges hamisítványokat senki nem vizsgálja ki, és ezt a pert, ezt is elbuktuk. Nem magyarázta meg a bíróság, hogy miért, és igazából ez engem idegileg borzalmas megviselt. Úgyhogy magam alá kerültem, nekem nincs más útom, harcolok az igazom, én próbálok menni. Ha más,
ha segítséget kapnék, felköltöznék tényleg Budapestre, csak azt tudják a barátom, hogy ne nevetesd már ki magadat, de addig járkálnék egy táblával, ha már 20 évet kibírtam, még élek. Nem bírom lenyelni ezt a sok mocskos igazságtalanságot, amit ezek az urak elkövetnek velem szemben. Ez valami szörnyű. Ilyen nincs. Én nem furcsán vagyok összerakva, de ha 20 évesen be tudtam állványozni nagy templomot, nem igaz, hogy egy ilyen hivatalban ember velem, nem tudom elviselni, hogy velem szemben ezt meg tudják tenni. És akkor mi van, ha olyan ember, aki hamarabb belenyugszik, vagy öngyilkos lesz? Mert eljutottam már oda is. Hát egyszerűen nincs az élet, ledolgoztam az életemet, és nincs értelme az életemnek. Nem tudom a családomat támogatni, egy senki ember lettem. Ilyen téren, ha így mondva. Jó, dolgozgatok meg mindent, de a munkám gyümölcsét, amiért keservesen megdolgoztam fiatal korom óta, 1975-ben váltottam, kisiparos lettem, vagy úgy kezdődött az egész életem. Mindig a saját magam ura voltam, és mindig generálban dolgoztam, nem másnak voltam az alvállalkozója. Kellemetlen nekem erről beszélni, de hagyd tudja meg a nyilvánosság, hogy ebben az országban, amikor hallom, hogy jogállamiság, hát ha ilyen dolgok vannak, akkor hol van itt jogállam? Sem. Itt a rendőrség összejátszik az ügyészséggel, az ügyészség összejátszik a cégbírósággal. Hát itt egyértelmű papírok vannak. Én ácskönyves ember vagyok, de ez nem sok kéz kell, hogy valaki ezt megállapítsa. És minden ügyvéd, akihez már fordultam, csak mondják, hogy Laci, nem tud mit csinálni, mert ez így működik. Hát nem így működik. Ha van törvény, akkor vonatkozzon mindenkire. Ne csak egyes emberekre. És ugye megítélték az Európai Bíróságon ezt a 6000 euró kártérítést, de ugye önöknek végérvényesen az lenne a legfőbb céljuk, hogy ezt a 200 millió forint kártérítést is megkapják. Ugye erre vonatkozóan megkeresték a Magyar Államot, akik elég érdekesen nyilatkoztak erre az igényükre. Mit mondtak pontosan a Magyar Állam? Hogy állnak ehhez a igényükhöz? Hát a Magyar Állam erre azt nyilatkozta, hogy érreállás, amit követelek, és azóta szóba se állnak velem, hogy megkérdezték volna, hogy mi ennek az alapja egyáltalán, milyen dokumentum alapján követelek én, hogyha hasonlítottam, vagy a számok alapján. Én azt követelem, ami nekem pénz jár, azt adják ide. Amit én kipereltem a saját pénzemből, amire én még megdolgoztam. Ha én ennyi pénzzel tartoznék a Magyar Államnak, akkor kíváncsi lennék, hogy vajon a Magyar Állam mennyit számolna. Akkor ez a 200 millió nevetséges kis összeg lenne ahhoz képest, amit rajtam követelnének. Legalább a jogos pénzemből annyit adjanak vissza, hogy a családomon egy picit tudjak segíteni. Ne egy utolsó olyan apa legyek, mint aki léhítőként élt el az életét, nem dolgozott. Ez normális szülő a gyermekét támogassa. És ezt nem tudom megtenni. Mert a mai világban még néha elmegyek dolgozgatni, vagy megkérnek szakmai segítséget tőlem, ezek apró pénzek. Mert a nyugdíjamból nem tudok megélni, mert a nyugdíjamat is vonják meg, ugye, hogy bepereltem az ügyvédemet, elbuktam a törvényszékkel a pert, elbuktam a rendőrséggel szembe a pert, ezeket a perköltségeket fogják a nyugdíjamból. Úgyhogy 100.000 forintos nyugdíjam sincsen, annyi sem kapok a postástól, úgyhogy ebből nagyon vékonyan lehet megélni. Ha nem volna a gyermekeim, meg a családom támogatása, akkor tényleg lehetnék hajléktalan. Oda jutottam ilyen az emberek véget. Nem tudok mit mondani más, ez az igazság, ez csavargó banda. Én úgy gondoltam, hogy ha írunk egy levelet az igazságügyi miniszternek, vagy a legfőbb ügyésznek, ha valamiben nem ért egyet, vagy telefonon, vagy felhívnának, hogy akkor jelenjek már meg, és akkor, vagy vigyem el a volt ügyvédemet, akkor mondjuk el, hogy nem, erről szó sincsen. Szóba sárnak az emberrel, meg kitérő választ adnak. Hát Pol Péter ügyészsége máj napig még választ se küldött. Azt írtuk az ügyészségnek 2009-ben, mert akkor elutasítottak, megpanaszoltuk, és a panaszomban le is írtam az ügyészségnek, hogy ha én így végezném a munkámat, akkor én éhen halnék, akkor nem volna munkám. Mint ácskönyves munkákat csináltam, igen, főleg. Hát a Soproni városházától a Bajai városházáig az ország szinte minden részén előfordultam. Itt Miskolc meg Balcika között is, vagy 10 kis templomot annak én tetroztam még 78-ban, meg 81-ben. Éjjel-nappal mentünk.
A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja még mindig az, hogy teljes egészében meg kell reformálni, nem csak az igazságszolgáltatás, hanem a köré épült egész, majdhogynem korruptnak nevezhető rendszert. Ugye ebbe bele tartoznak a felszámolók, a végrehajtók, a pénzügyi rendszerhez tartozó szervezetek is. És ugye, ahogy láthattuk, Kanda László úrnak az esetéből is itt nagyon sok hibákat véltek felfedezni, és ezt a 200 milliós valósnak vélt kártérítés még mindig nem sikerült kieszközölni semmilyen fórumon, hiába volt több ügyvédje is. Éppen ezért egyébként már a Varga Judithoz is fordultak, mint amikor még igazságügyi miniszterként tevékenykedett. De most pedig február végén az új igazságügyi miniszterhez is fordult Kanda László ezzel az üggyel kapcsolatban, és innen szeretnénk üzenni, gondolom Kanda László is így gondolja, hogy együtt üzennénk neki, hogy amennyiben nem kíván ezzel az üggyel foglalkozni, vagy nem tartja igazságtalannak, akkor nyugodtan követheti Varga Juditot, és véleményem szerint le is mondhat a pozíciójáról. Ahogy eddig is láttuk a parlamentben, például a végrehajtási ügyekre vonatkozó nyilatkozataiban sem nagyon mutatta meg a tudását és a erről való alkalmasságát, hogy ez csak alátámasztaná az eddigi érveinket. A Mi Hazánk mozgalom pedig a jövőben is kiáll a elesettekért és azokért az emberekért, akiket a rendszer teljes egészében kizsákmányolt és kiforgatott a vagyonából, még hogyha az egész életét ledolgozta.